A Jobbik szerint is nagy a tétje a holnapi európai parlamenti választásnak. Gyöngyösi Márton, a párt listavezetője Győrben arról beszélt, hogy a Fidesz csak a kampányban folytat migráns ellenes politikát, közben minden korábbinál több külföldi vendégmunkást enged be az országba. A Jobbik szerint a kormány ezzel próbálja megoldani a munkaerőhiányt, amelynek az oka, hogy egyre több magyar külföldön keres megélhetést. A párt ezért mindennél fontosabbnak tartja a bérfelzárkóztatást. Kellett mondani a holnapi európai parlamenti választásokról, hogy talán soha ekkora tétje még nem volt EP választásnak, mint most, hiszen arról kell holnap közösen a magyar választópolgárokkal döntenünk, hogy megengedjük-e a Fidesznek és Orbán Viktornak azt, hogy Magyarországot elszigetelje a nemzetközi térben, és Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, és emellett Magyarországot egy bérrabszolgaságon alapuló diktatúrává züllessze.